van a táplálkozási szervrendszere az állatnak. Egyrészt a tápcsatornája, másrészt a tápcsatorna mellett itt a lépet is lehet látni. Tehát ez a lép. Hát itt ugyanúgy, mint a fejlettebb gerinceseknél vért tárol, például vörös vérsejtek tárolását végzi a lép, az immunrendszernek is a részét képezi. Tehát ez itt. Ez itt a lép elég nagy méretű, hát ennek hatalmas lépe van, őrület. Hát ilyen nagy lépet még nem is láttam. Itt helyezkedik el az epehólyag, ami kapcsolatban van a májjal. Májnak bizonyos részeit lehet látni itt a készítményen. Nem akarom, hogy szétdurranjon. Ez a májnak a részlete itt. Tehát a máj egy része. Ugye a májból kerül az epe folyadék az epe hólyagba itt is. Eltávolítottam a májat a tápcsatornáról, és nagyon szépen lehet látni, hogy viszonylag hosszú tápcsatornája van. Az előbél szakasz átmegy a középbél szakaszba, majd a középbél szakasz az utóbél szakaszba. De szabad szemmel, tehát makroszkóposan nem lehet a határokat elkülöníteni.